Krisztus emberré lett, hanem kiemelt módon azt a tényt is, hogy családban testesült meg. Így az egyház ezen a napon a család szerepének fontosságára akarja irányítani mindannyiunk figyelmét. Ennek a szünnepnek az üzenete kivétel nélkül mindenkit érint. Ugyanis az életünk szorosan összefonódik másokkal, mert mindig is valakinek gyermeke maradunk, vagy valakinek testvére, szülője, nagyszülője, házastársa, rokona, hozzá tartozója vagyunk. Ezek a kapcsolatok életre szólóak is nem lehet megszüntetni. Esetleg arról beszélhetünk, hogy gyengülnek, vagy erősödnek időnként ezek a vonalak, de mindig léteznek. Úgy kell a családról beszélnünk, mint a társadalom és az egyház alapsejtjéről, mert a személy benne is általa valósítja meg földi és örök hivatását. A család a helye és kiváltságos környezete Isten tevékenységének, és így Isten és az ember találkozásának. Kicsi egyház maga a család. Maga Jézus is gyermeki kapcsolatban élt Szűz Máriával és Szent Józseffel. Rokonai voltak, közösségben élt, különösen képpen az apostolokkal. Így ezen a napon a figyelmünk középpontjában Szent Család kerül, őket szemléljük, és tőlük akarunk helyes magatartást tanulni. Mária és József Jézus születése után 40 napra, ahogy hallottuk az evangéliumban, az Úr törvénye szerint felmentek Jeruzsálembe, hogy a templomban bemutassák az Úrnak. Ezzel akarták megerősíteni azt a tényt, hogy életükben Isten központi helyre került. Nem a világhoz, nem kizárólag emberi szokásokhoz, nem a közgondolkodáshoz akartak igazodni, hanem egyedül Isten akaratához. A Szent Család minden körülményben megőrizte ezt az Istenre való irányosságot.